Magyarországon az emberek közel egyharmada küzdik olyan problémával, ami valamilyen szociális kezelés gondozást igényel. Szociális munkásnak lenni jóval több, mint munka. Szolgálat ez a szó legnemesebb értelmében. Gyakorlói sajátos tudás birtokában vannak, akik támogatást, segítséget igénylők részére a konkrét, azonnali, olykor nélkülözhetetlen segítségen túl technikákat és módszereket is átadnak. A Szociális Munka Napja a Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége nevéhez kötődik. A szervezet 77 országban rendelkezik tagszervezetekkel, köztük van a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete is. 1997-ben jelölte meg november 12-ét a Szociális Munka Napjaként, amely minden évben jó alkalmat szolgál arra, hogy a szakterület felhívja a figyelmet azokra, akik az elesettekért dolgoznak. Bonyhádon minden esztendőben megünnepelték ezt a napot, ám az önkormányzat idén díjat is alapított, melynek névadója az a Molnár Józsefné, akit Bonyhádon mindenki a szociális munka kiemelkedő alakjaként említ, és aki jelenlétével tisztelte meg a díjátadó ünnepséget. Azon túl, hogy ilyenkor egy picit jobban odafigyelünk rájuk, ők tényleg az a része a társadalmunknak, akik minden nap, függetlenül attól, hogy ünnep van, vagy fáj valami, hétköznap van, vagy éppen karácsony, ugyanúgy látják el a munkájukat, hiszen az idős otthonban az idősek ugyanúgy ott vannak a bentlakásos intézményekben, és azok a házi segítségnyújtásra szorulók, időseink, akik igénybe veszik a szolgáltatásokat, azokat ugyanúgy el kell látni minden nap, és ha világjárvány, ugyanúgy kell menni, tehát igazából nem is gondolunk bele a hétköznapokban, hogy ez egy olyan szakma, egy olyan munkaterület, ahol helyet kell állni, és csak ember tudja ezt végezni. Legnagyobb elismeréssel és nagybetűkkel mondom az embert, hiszen ezt nem a munkabérért teszik, mert különben senki nem lenne már a pályán. Egyre nyilvánvalóbb, hogy szükség van azokra a szakemberekre, akik segítséget tudnak adni a rászorulóknak. Az elmúlt év történései pedig még inkább ráirányították a figyelmet a segítőkre, gondoskodást végzőkre. A szociális munkások megítélése városunkban azt mondhatom, hogy pozitív elbírálást nyert folyamatosan, és nyer is manapság, hiszen látják, hogy mennyire szükség van erre a szakterületre, mennyire szükség van erre a szociális dolgozói kollektívára, akik nem hagyják cserben az időseiket, családjaikat, rászorulókat. Úgyhogy mondhatom, hogy most már egy kicsit fölfigyelnek a szakmánkra, a mi szakterületünkre, és ez nagyon felemelő érzés. Hiszen eddig egy olyan perifériára szorult szféra voltunk, most azonban látják azt, hogy mennyire segítünk, mennyire mindenkifele segítő kezet nyújtunk, és egyre több ismeretlenül keres meg bennünket, és mondhatom azt, hogy tényleg pozitívan állnak már hozzánk, és látják azt, hogy nagy szükség van a mi intézményünkre. Ez nem egy könnyű szakma, és soha nem is volt az, mondta Kiskelemen Eszter, az Idősek Napközi Otthonának szakmai vezetője. Pontosan ezért van nagy jelentősége az ilyen eseményeknek az életünkben, és azt gondolom, hogy ez a szakmánk megítélésének, presztízsének a szempontjában egy rendkívül fontos esemény, és szerintem minden kolléga nevében mondhatom, hogy nagyon nagy megtiszteltetésnek éljük meg, hogy ilyen reflektorfénybe kerül gyakorlatilag a munkánk, hiszen ez mindenképpen egy nagy elismerés. Kétségtelen, hogy az ilyenfajta pozitív hozzáállás, ha egy fenntartó, tehát ha egy városvezetés ilyen szinten értékel egy munkát, akkor az biztos, hogy jót tesz a szakmánknak, legalábbis mi ebben nagyon hiszünk és bízunk. Ezt az ember általában véve sem a pénzért vagy a kihívásokért vállalja, tehát azért az kevés ahhoz, hogy hosszú távon újra és újra motivációt nyerjünk a folyamatos munkavégzéshez. Biztos, hogy ettől több kell, igen, azt gondolom, hogy kell egy elhivatottság abszolút. A Molnár Józsefnéről elnevezett városi díjat elsőként Ritter Adél, a gondozási központ vezetőhelyettese vehette át. A díjazott néhány gondolattal köszönte meg az elismerést. A munkavégzésem során fontos, hogy a kapott tehetséget, a magammal hozott értékrendet, a megszerzett és folyamatosan bővülő tudást rászoruló embertársaim a segítséget igénylők javára fordítsam. Filóni Ferenci Baja polgármester azt mondta, a jövőben minden lehetséges eszközzel támogatja majd Bonyhád város a szociális gondoskodást végző intézményeket és munkatársaikat.